Időnként kell egy kis szórakozás az életben. Másokkal sokkal jobb megélni ezeket a pillanatokat. Erre is vannak a barátok. A közeli barátok. Ez a történet is jó szórakozásnak indult, de teljesen más lett a vége. 2 éve történt. Egy olyan szörnyű élmény, amit a legszívesebben elfelejtenék. Időnként random az eszembe jut, és libabőrös leszek. A nyári szünet közeledett. Péntek volt, és mint a legtöbb kamasz, mi is terveztünk valamit a hétvégére. Együtt akartuk volna tölteni az estét. Így hárman nagyon jó barátok vagyunk. Kint az iskola előtt dumáltunk arról, hogy mit csinálhatnánk és hova mehetnénk. Az egyik barátom felajánlott, hogy elmehetnénk hozzá, és ott filmezhetnénk. Nem szeretném az igazi nevüket elárulni, ezért a történetben X-nek és Y-nak fogom őket nevezni. Ha számítana valamit, X ajánlotta fel, hogy menjünk hozzá. Amint megbeszéltük a részleteket, elindultunk az utunkra. Mindhárman először hazamentünk, és elkezdtünk készülődni. Mindent bepakoltam, ami egy ottalvásra kellhet. Ruhák, törülköző, fogkefe. Amint befejeztem és már tele volt a táskám, megnéztem a csoportot, hogy hogyan állnak a többiek. A szüleim megengedték, hogy menjek, és szerencsére náluk sem merült fel probléma. Eddig úgy nézett ki, hogy rohadt jó esténk lesz. Izgatottak voltunk. A terv szerint X barátom háza előtt találkoztunk. Egy kisebb park volt. Este senki sem járt itt, ezért is tetszett nekünk. 10 perccel később elindultam, és a többiek már ott vártak engem. Boldogan odamentem hozzájuk, köszöntem nekik, majd elmentünk X házába. Nem először voltunk itt, már otthon éreztük magunkat. Nem X szobájában voltunk, hanem a nappaliban, mert az nagyobb volt. Kényelmesebben elfértünk. Ekkor már éjfél lehetett. Emlékszem, hogy amint beléptünk a házba, kint elkezdett esni. Amire bekapcsoltuk a tévét, egy vihar vette kezdetét. Sokat beszéltünk, és jól szórakoztunk. Az aznapi sulis élményeket is átbeszéltük, majd egyre fáradtabbak lettünk. Csukódott a szemünk, és egyre kevesebbet beszéltünk. Y megszólalt. Hát, nem tudom ti, hogy vattok vele, de ez már kezd unalmas lenni. Mindhárman nevetni kezdtünk. Még egy kicsit fent voltunk, majd szépen lassan álomba szenderültünk. Ők mélyen aludtak, de én 5 percenként felkeltem. Kényelmetlen volt a földön feküdni. Fájt a hátam, és nem tudtam elhelyezkedni. Meg is szomjaztam. Egy ideig még nyitott szemekkel feküdtem, és azon gondolkoztam, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen barátaim vannak. Rájuk néztem, és mindketten elégedetten aludtak. Halkan felkeltem, és kimentem a konyhába, hogy megígyak egy pohár vizet. Amint odaértem, hallottam egy furcsa recsenést, mintha kintről jött volna. Először nem törődtem vele, de aztán újra hallottam. A nappali felől jött, de tudtam, hogy nem a barátaim adták ki a hangot. Utána akartam járni. Visszamentem, de csendesen. Nem akartam őket felébreszteni. A szoba közepén álltam, és vártam, hogy újra halljam. Egy ideig még eltartott, majd ismét recsent valami. Csak hogy tudjátok, a nappali a legelső szoba. A bejárati ajtó ide vezet. A kertre is ki lehet nézni, a legnagyobb ablakon keresztül. A hangok pont innen jöttek. Már én is aludtam volna, de tudtam, hogy így nem fog menni. A szívem kicsit gyorsabban kezdett dobogni, és tudtam, hogy muszáj ellenőriznem, mi van odakint. Közelebb léptem az ablakhoz, majd megnéztem, de túlságosan sötét volt. Egy ideig még ott álltam, és vártam, hogy mi lesz. Teljesen csend volt, ezért a fülemet az ablakra helyeztem, és akkor halkan, légzésre lettem figyelmes. Csak pár centire állhatott az ablaktól. Szerintem ő sem látott engem, mert le volt kapcsolva a lámpánk. Lábujjhegyen visszamentem a szoba közepére, legugoltam, és felébresztettem a haverokat. Ekkor már pánikoltam. Ők nehezen kinyitották a szemüket, és várott hangon kérdezték, hogy mi történt. Jeleztem nekik, hogy legyenek csendben. Megsúgtam, hogy mit tapasztaltam. Egy ideig vártunk, de akkorra már a recsenések megszűntek. Nem akartak hinni nekem. Aznap pont ijesztő történeteket néztünk a YouTube-on. Egy nagyon jó csatorna, csak ajánlani tudom. A feliratkozással sokat segítesz ennek a szerény srácnak, aki a legjobb animációs videókat posztolja. De térjünk vissza a történetre. A haverok azt hitték, hogy szivatni akarom őket. Egy ideig még győzködöm kellett, hogy komolyan beszélek. Kitalálták, hogy akkor menjünk ki és nézzünk körül.
Már mérgesek voltak rám, hogy feleslegesen keltettem fel őket az álmukból. Egy kicsit még kint beszéltünk. Látták, hogy én még mindig komolyan gondolom. X már azt hitte, hogy őrült vagyok. A történet ekkor egy váratlan fordulathoz ért. Visszamentünk volna, de ekkor Y szólalt meg. Várjatok, ő kicsoda? Oda néztünk, és az egyik fa mellett egy alacsony férfit pillantottunk meg. Egy helyben állt. Nem láttuk az arcát, de valószínűleg minket figyelt. Már tudtam, hogy ez az ember volt az ablak előtt. X bocsánatot kért, hogy őrültnek nevezett engem. A férfi még egy ideig mozdulatlan volt, majd hirtelen nevetni kezdett. Egy gonosz nevetés volt. Úgy képzeljétek el, mint a filmekben a bohócok. Ekkor megszólaltam, hogy gyorsan menjünk vissza a házba, mert ennek nem lesz jó vége. Figyelmeztettem a srácokat. Elindultunk, de ahogy hátat fordítottunk neki, ő rohanni kezdett. Az életünkért futottunk. A barátaim előttem voltak, én voltam az utolsó, aki beért a kertbe. A kerítés kapuját rögtön becsaptuk, majd bezártuk. Szerencsére olyan magas volt, hogy nem tudta átugrani. Egy kicsit rángatta az ajtót, majd beleunt, de még mindig nem ment el. Nem jutottunk szóhoz, de ez róla nem mondható el. Mély hangon kiabálni kezdett, hogy gyertek ki, ti szórházi komoszok! Megbánjátok, hogy megszülettetek! Sosem felejtem el ezt a két mondatot. Annyira megrémisztett, hogy időnként az álmaimban is visszatér. Mi rögtön befutottunk a házba. Felébresztettük X apját, aki idegesen kiment. A férfi után futott, de ő már messze járt. Csak fiatalokkal mert kezdegetni. X apja kiabált, hogy jöjjön vissza, természetesen hiába. Aztán kihívta a rendőröket, de ők sem kapták el a tettest. Sajnos egyikünk sem látta az arcát, így tényleg lehetetlen volt, hogy elkapják. Az egyetlen bizonyíték a lábnyomokon kívül egy kés volt. A zsebéből esetett ki. A kerítés előtt találtuk meg. Nagyon megviselt az eset. Aznap nem mertem egyedül hazamenni. Át kellett hívni a szüleimet. A következő napokon minden egyes apró zajra felriadtam, és az első gondolatom ez az őrült ember volt. Visszatérve a lábnyomokra, azok az egész kertben fellelhetőek voltak. A legtisztábban a bejárati ajtó előtt látszódtak. Ott volt egy ajtókitekintő. Biztos vagyok benne, hogy azon keresztül figyelt minket. Vigyázzatok magatokra, főleg sötétedés után. Az utcát nem csak kedves és jó emberek járják. Barátoknál mindig is jó volt aludni. Sokkal izgalmasabb egy olyan emberrel tölteni az estét, akit ismerünk, kedvelünk, és jól tudunk vele szórakozni. Gyerekkorom óta ezek voltak a kedvenc napjaim, amikor átmehettem valakihez, és hajnalig szórakoztunk. Már középiskolába jártam, és a legjobb barátommal megbeszéltem, hogy átmegyek hozzá. Nem szeretném veletek megosztani az igazi nevét, ezért a történetben hívjuk Biankának. Bianka egy aranyos lány volt, osztálytársak voltunk. Egész nap együtt lógtunk, és időnként a suli után is. Egy olyan barát, akivel bármit meg lehetett osztani, és mindig ott volt, ha szükség volt rá. Már voltam nála, de ahányszor ellátogattam hozzá, annyiszor csodáltam a házukat. Szóval 2018-ban Bianka áthívott engem magához. Mielőtt még beleegyeztem volna, meg kellett kérdeznem az anyukámat. Természetesen beleegyezett. Tudta, hogy már egy jó ideje ismerjük egymást, és a legjobb barátok vagyunk. Az édesanyám elhozott engem kocsival. Őt is lenyűgözte, hogy mekkora házuk van. Már szinte palotának lehetett volna hívni. Egy gazdag családból származott. Több cégük is volt. Egyáltalán nem úgy viselkedett. Bianka egy visszafogott lány volt. Sosem hord márkás ruhákat, és mindenkivel nagyon illedelmes. Elköszöntem az anyámtól, mondtam, hogy majd holnap jövök haza. Bementem az óriási házba, ahol már vártak engem. Leültünk, filmeztünk, chipset ettünk, majd játszottunk. Pár óra telt el, és Bianka anyukája lejött hozzánk. Azt mondta, hogy az egyik ismerősével fog találkozni, és késő estig nem tér vissza. Csak ketten maradunk az egész épületben. Már elég idősek voltunk ahhoz, hogy egyedül is boldoguljunk. $20 is kaptunk, hogy rendeljünk pizzát. Ennél jobban nem is kezdődhetett volna az este. Csak mi ketten, egy óriási nagy helyen. Már nem voltunk gyerekek, de mégsem tudtunk ellenállni a bújócskának. Még nem ismertem annyira az összes szobát, így még izgalmasabb volt.
Mielőtt még megrendeltük volna a vacsorát, elkezdtük a játékot. A legjobb barátom elbújt valahol, rám pedig nehéz feladat várt. Meg kellett őt találnom. Hogy ne legyen olyan durva, megegyeztünk, hogy csak az első emeleten játszunk. Elszámoltam 40-ig, és elindultam. Már nem is emlékszem, hogy hány szoba volt az emeleten, de biztos vagyok benne, hogy több mint 5. Először az ő szobájába mentem. Megnéztem a szekrényeket, az asztal mögötti részt, sőt, az ágy alá is benéztem, de nem találtam őt. A folyosót is részletesen figyelve jártam, hát ha észreveszek valami olyan nyomot, ami alapján tudni fogom, hogy hol van. Amikor elhaladtam az egyik szekrény mellett, ami a folyosón volt, észrevettem, hogy nincs teljesen becsukva. Ez gyanús volt. Egy szempárt is észrevettem az apró résen keresztül. Ekkor még nem akartam, hogy tudja, hogy megtaláltam. Egy kicsit szivatni akartam, hogy még keresem, majd hirtelen kinyitom, hogy ráijesszek. A tervem jól haladt. Oda jutottam, hogy egy karnyújtásnyira legyek csak tőle. Ekkor a kezem az ajtóra tettem, és észrevettem, hogy valami nincs rendben. Ennek a valakinek más arca volt. Majd óvatosan jobban kinyitottam. Nem Bianca volt, hanem egy felnőtt férfi. Lefagytam, és nem tudtam, hogy mit tegyek. Ő is megijedt. Egyértelműen nem akart lebukni. Semmit sem mondott, de láttam rajta, hogy szintén sokban van. Tudatosította, hogy nagy a baj. Felkiáltottam, a férfi bepánikolva kirohant a házból, és már csak az ablakon keresztül láttuk, ahogy az utcán menekül. Bianca kérdezte, hogy mi történt, én elmeséltem neki. Azonnal kihívtuk a rendőröket, és az anyukája is visszatért. A sorúk gyorsan megérkeztek. Le kellett rajzolnunk, hogy hogyan nézett ki az az ember. Nem tett semmi rosszat, nem úgy tűnt, mint aki bántani akar minket. Aznap este egy vihar volt, és lehet csak az elől menekült. A rendőrök még aznap éjjel megtalálták a fickót. Az egyik bokorban bújkált, azt remélve, hogy senki sem veszi észre. Nem akartak ebből bírósági ügyet, egy hajléktalanról volt szó. Semmit sem lopott, és nem is rongált. A bejárati ajtó nyitva volt, mert engem vártak. Lehet akkor ment be és bújtál. Ez volt az én utolsó látogatásom. Azóta nem mehetek a legjobb barátomhoz. Az anyám rögtön kijött és hazavitt. Lecseszte az ő szüleit, hogy mennyire felelőtlenek, hogy ilyen előfordulhatott. Sajnálom, hogy így végződött ez az egész. A mai napig jó barátok vagyunk, de csak az iskolában tartjuk a kapcsolatot. Minden esetre egy elég durva bújócska volt. Még jó, hogy egy békés férfi bújt el a szekrényben. Ki tudja, milyen vége lett volna a történetnek, ha egy őrült el lett volna dolgunk. Ez a történet a barátaimmal és velem történt. 2014-ben még középiskolába jártam. Akkoriban mi hárman elválaszthatatlanok voltunk. Mindig együtt lógtunk, és így visszagondolva eléggé zárt csoport voltunk. Nem fogadtunk be mást, nem beszéltünk mással. A suli vége közeledett, ezért kitaláltuk, hogy egy utolsó bulit csapunk. Szombat este volt. Másnap nem kellett iskolába menni, tanulnivaló sem volt. Tökéletes idő arra, hogy a barátokkal legyek. Átmentünk az egyikükhöz. Szép házuk volt, és a szülei ismertek minket. Ekkoriban kezdtek a különböző közösségi oldalak népszerűek lenni. Az egyik az Instagram volt. Több trend és kihívás futott az oldalon. Ilyen volt például az Ouija tábla, ami a túlvilági lényekkel való kommunikációra szolgált. Rengeteg ilyen videó volt az interneten. Az Instagramon és a YouTube-on is megnéztük, hogy hogyan kell csinálni. Nem egy titkos információról volt szó. Többen is készítettek tutoriált. Mi kamaszként úgy gondoltuk, hogy ez a legizgalmasabb dolog, amit tehetünk. Már régóta beszéltünk erről. Egy ideje tervezgettük, hogy kipróbáljuk, és vettünk egy ilyen szellemtáblát. Szkeptikusan álltunk hozzá. Nem hittünk a szellemekben, de ennek ellenére nagyon vártuk, hogy kipróbáljuk. A tábla szép volt, fából faragott, és meglepően réginek nézett ki. Legbelül be akartuk magunknak bizonyítani, hogy nem léteznek szellemek. Követtük az interneten talált lépéseket. Mindent pontosan betartottunk. Kellettek hozzá gyertyák, sötét szoba, és még pár dolog, amit nem fogok itt részletezni. Amint mindent előkészítettünk, elővettük a táblát, leültünk a szőnyegre, és elmondtunk egy rövid mondókát. Az első pár percben semmi sem történt, de aztán lassan éreztük, hogy valami a kezünket az igenre irányítja. Érdekes volt, mert abban a pillanatban nem is tettünk fel kérdést.
Azt hittük, hogy valamelyikünk szórakozik. Mindhárman egymásra néztünk, de senki sem vallotta be. Lehet mégis magától mozgott. Az egyikünk megszólalt ezután. Ha itt vagy, adj egy jelet. Nem fogjátok elhinni, de a másik szobában levő zongora megszólalt. Egyedül voltunk a házban, nem lehetett más. Ez elég bizonyíték volt nekünk, hogy komolyabb kérdéseket is feltegyünk. Ez volt a leghülyébb döntés, amit valaha hoztam. A mai napig bánom, hogy nem hagytam abba. Kíváncsi voltam, és megkérdeztem, hogy mennyi időm van hátra. A kezünk újra megindult. T, I, Z, M, A, S, O, D, P, E, R, C. 10 másodperc? Ez valami rossz vicc, gondoltam. Biztos, hogy az egyikünk volt, ezért nevetni kezdtem. Utána a többiek sem bírták visszatartani a kacagást. A jó kedvünk nem tartott sokáig. Kb. 15 másodperccel később a telefonom csörögni kezdett. Az édesapám volt az. Nem tudtam, hogy mit akarhat, ezért felvettem. Az életem legszomorúbb híre fogadott engem. Sírva kiabált, hogy már nem él. Az anyám távozott az élők sorából. Vacsoráztak, majd miután az autóba ültek, elvesztették az uralmat, és nekihajtottak egy fának. Az apám egy kisebb sebekkel és egy töréssel túlélte. Magamat hibáztatom. Nem szabadott volna ilyennel játszanom. Az Ouija tábla nem egy olyan dolog, ami szórakozásra lett kitalálva. Ez az egész még jó régen történt. Gyerek voltam, már nem is tudom hány éves lehettem. Észak-Kaliforniában éltünk. A legjobb barátom az osztálytársam volt. Egészen 30 kilométerre laktam tőle. Gyakran jártam hozzá, és általában ott szoktam aludni. A szülők nem igazán örültek volna, ha még el is kellett volna értem jönniük. A barátom szülei hippik voltak. A ház mindig rendben volt tartva, de az a szag. Akkor még nem tudtam, hogy minek van ilyen jellegzetes szaga. Velem mindig kedvesek voltak. Igazából mindenkivel. Kedveltem őket. Mindig készítettek nekem vacsorát, és rengeteg édességgel kínáltak. Az egész ottalásban az volt a legjobb, hogy megengedték, hogy kint, egy sátorban aludjunk. Mi még nagyon kicsik voltunk, és ez volt a legizgalmasabb dolog a világon. Felállítottuk a sátrat, és már készültünk az alvásra. A kert nagy volt, de mi közel maradtunk a házhoz. A nappali előtt kellett letelepednünk, hogy a szülei szem előtt maradjunk. Mindig gondmentesen ment, de a biztonság kedvéért így egyeztek csak bele. Nyár volt. Kint még az éjszaka folyamán is meleg volt. Emlékszem, hogy a szúnyogok agyon csíptek minket. Én már valami szépeket álmodtam, amikor a legjobb barátom felkelt, és engem is felébresztett. Azt csúgta, hogy valaki van a ház előtt. Nem féltem. Tudtam, hogy valószínűleg a testvére érkezett meg, aki egyetemre jár. Vissza akartam aludni, de nem engedett. Újra azt mondta, hogy a ház előtt van valaki. Már nyugtalanított, ezért kinéztem, és már én is láttam. Ez nem csak egy ember volt. Rengetegen álltak a ház előtt. A nemüket és az életkorukat nem tudtuk megállapítani, csak árnyakat láttunk. Nem tudtuk, hogy mit akarhatnak. Mindketten féltünk, nem akartuk, hogy meglássanak minket. Egyre több ember érkezett a ház elé, és már a sátor környékén is mászkáltak. A barátomat nem lehetett lefogni. Annyira féltette a szüleit, hogy kiment a sátorból. Bátor volt, de egyben nagyon nagy hülyeség volt csak így kimászni. Azt kiabálta a szüleinek, hogy vigyázzanak és hívják ki a rendőröket. Ahogy befejezte a mondatot, rengeteg zseblámpa világította meg a kertet. Egy pillanatra el is vakultunk. Legalább 10 zseblámpa világíthatott. Az emberek hasonlóan néztek ki, de még mindig nem ismertük fel őket. Az egyikük a sátrunk előtt megállt. Jobban megnéztem. Ez egy zsoru. Így már végképp nem értettem, hogy mi folyik itt. Ilyen gyorsan kiértek volna. Rápillantottam a tömegre, és mindegyikük rendőr volt. Oda jöttek hozzánk, és megnyugtattak, hogy nem lesz semmi baj. A ház ajtaját betörték, és a rengeteg zsoru beszaladt. Még mindig nem mondták el nekünk, hogy miért vannak itt. Egy ideig vártunk, majd a barátom szüleit kihozták.
Ahogy később kiderült, letartóztatták őket. Az egyik rendőr hazavitt engem, a barátom pedig a nagyszüleihez került. Szerencsére senkinek sem esett baja, de a szüleit lecsukták. Kiderült, hogy olyat termesztettek, amit nem szabadott volna. Nem kaptak sok évet, de még így is nagyon sajnáltam őket. Tudom, hogy illegális az, amit tettek, de olyan kedves emberek voltak. Nem haragszom a rendőrökre sem, csak a munkájukat végezték. Sosem felejtem el azt az estét, azt a pillanatot, amikor kinyitottam a szemem, kinéztem a sátorból, és rengeteg idegent láttam.